Több pontban is módosul Sátoraljaújhely önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata. A zárt ülések lefolytatását az önkormányzati törvény is szabályozza, de most életbe lép egy olyan változás, hogy az előterjesztőknek már előzetesen nyilatkozniuk kell arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen szeretnék tárgyalni a napirendi pontot, de a költségvetés tárgyalására vonatkozó változások is életbe lépnek. Az önkormányzatok költségvetési tervezetének tárgyalásakor, melyet a jegyző végez, illetve a jegyző folytat le az önkormányzati intézményekkel, ezekről jegyzőkönyv készül, ez korábban is így volt, ami új, hogy az előterjesztésekhez hozzá kell csatolni a képviselő testület tagjainak. A bizottság elfogadta az ivóvíz és a csatorna használati díjakról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, ugyanis 2013. január 1-től a díj meghatározó hatáskör az önkormányzattól átkerült a vízi közmű szolgáltatásért felelős miniszter hatáskörébe. A Szociális és Egészségügyi Bizottság is rendelet módosításokról döntött többek között, így a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának változásáról. 2012 nyarán lett volna esedékes, hogy további 3 év működtetéshez kiírja a szakminisztérium a pályázatot. Ez nem történt meg. Első negyed év vonatkozásában meghosszabbították a finanszírozási szerződést. Az intézmény ennek alapján számolta ki az intézményi térítési díjat, és így 210 forint per napra jött ki a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak az intézményi térítési díja. Március 31-ig szólt ez a finanszírozási szerződés, de Sátoraljaújhely önkormányzata a következő negyed évben is szeretné működtetni a jelzőrendszert. Térítési díja pedig 145 forint lesz naponta. A rendeletmódosítás azt is tartalmazza, hogy a jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetése július 1-től állami feladat lesz. Az önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, ezért a házi orvosokkal területi ellátásra vonatkozó vállalkozói szerződést kötnek. Az 5 év lejártával az orvosoknak beszámolót kell készíteniük munkájukról. Egy korábbi döntés alapján a szakbizottság kérte, hogy a házi orvosok, fogorvosok, gyermekorvosok az 5 év szakmai munkájáról először adjanak egy beszámolót, és azt követően kerüljön a vállalkozási szerződés a képviselőtestület elé. A bizottság most 2 házi orvos beszámolóját hallgatta és tárgyalta meg. A bizottság megfogalmazta azokat az elvárásokat is az ülésen, ami a házi orvosi szolgálatok működésével kapcsolatosan aktuális volt.